Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől. Kedves nézők, nagyon kifejező protestáns testvéreink köszöntése, mert a béke az valójában csak Istentől jöhet, mivel Isten a szeretet. És a béke igazán a szeretetben található meg. Akkor lesz békénk szívünkben és környezetünkben, hogyha megértjük Isten szeretetét, ebben a szeretetben akarunk feloldódni, és ezt a szeretetet akarjuk tovább adni. Mi katolikusok minden szentmisében halljuk Jézus ígéretét, az én békémet adom nektek. És ez lényegében ugyanaz. Isten békéjét kapjuk ígéretként. Mert valóságá akkor lesz ez a béke bennünk, és ajándék számunkra és a világ számára, hogyha együtt működünk Istennel, aki maga a szeretet. Szeptember 7-e a béke utáni kiáltás napja lett idén. Ferenc pápa ugyanis bőjt és imanapot hirdetett meg. Ezzel a címmel legyen béke a világban és mindannyiunk szívében. Sok ezer ember bőtölt és imádkozott szeptember 7-én azért, hogy béke legyen. Béke legyen ebben a világban, amelyben emberekként kell élnünk és építenünk a sokat emlegetett és óhajtott Isten országát. A bőt és az ima azonban gyakran alibit jelent az embereknek, hogy ezzel elodázzák a lényeget, ami nem más, mint a megbocsátás. A békéért imádkozni azt jelenti, hogy az emberi szív kitárul, megnyílik Isten megújító beavatkozása előtt. Békéért imádkozni azt jelenti, hogy bocsánatot kérünk elsősorban Istentől, és kérjük, hogy működjék bennünk az ő bátorsága, hogy megbocsásunk az elszenvedett bántalmakért. Csak akkor leszünk békés emberek, ha Istentől megtanuljuk a megbocsátó szeretetet, az irgalmasságot, amely nagyon sokszor az igazságossággal talán ellentétesnek tűnik, de aki igazságos, az szeretni fog, és a szeretetből békét fog teremteni. Mivel hogy az imádság és a bőt önmagában gyakran alibinek használható, ezért Ferenc pápa nagyon bölcsen nem felejtette el felhívni figyelmünket, hogy a bőt és ima mellett még valamit meg kell tennünk ahhoz, hogy a béke megvalósuljon. Azt mondta, tekintsünk a keresztre. Arra a keresztre, ahol olvashatjuk Isten válaszát arra a kérdésünkre, hogy lehetséges-e a béke, ami megosztott, kaotikus világunkban. A kereszt csöndjében a megbocsátás, a párbeszéd, a béke nyelvezete beszél. És ez a nyelvezet, a szeretet nyelvezete képessé, alkalmassá tesz bennünket a békére. Szombaton, szeptember 14-én a kereszténység a keresztre tekint fel, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe van. Arra a keresztre tekintünk fel, amelyre a Szent Atya szándéka szerint nap-nap után föl kell tekintenünk, hogy megértsük. Béke a szívünkben és környezetünkben csak akkor lesz, ha megértjük Isten szeretetét, azt az alázatos szeretetet, azt az őrült szeretetet, ahogy Guardini mondaná, mert a szeretet csinál ilyen dolgokat, hogy kiüresíti önmagát, hogy a végsőkig megy azért, hogy bebizonyítsa, mennyire fontos a szeretet. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az ember számára a legnagyobb érték az az élet, hogy a legnagyobb kincs az életünk, pedig nem, a becsület. És az ember szabad akarattal képes feláldozni az életét, hogy becsületét megmentse, és ezt gyakran tapasztaljuk. Jézus szenvedése, kereszthalála
éppen ennek a becsületnek a feladását jelenti, mert ilyen az őrült szeretet, amely ki akarja békíteni Istent az emberrel, és az embert Istennel. Ezt kell megtennie minden jó akaratú embernek. Ha azt akarja, hogy világunk Isten országa legyen, a béke országa, a kiengesztelődés országa, ahol az emberek egymásban nem ellenséget, hanem testvért látnak. Olyan testvért, akivel ugyanaz a célja, hogy boldogok legyünk itt és az örökké valóságban. Kívánom mindannyiuknak, hogy ezekben a napokban tekintsenek a keresztre. És az abban a keresztben nem csak egy jelképet lássanak, hanem lássák meg a mögötte lévő valóságot, Isten önkiüresítő szeretetét, azt a szeretetet, amely képessé fog tenni minket, hogy ne csak imádkozunk és bőtöljünk a békéért, hanem szeretettel, megbocsátással, irgalmassággal építsük is a béke országát. Ebben segítsen bennünket a Szentlélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus, békesség Istentől!